Folytatjuk a műsort. Vendégeim Szanyi Tibor és Linka Péter, Új Buda országgyűlési képviselőjelöltje, az Iszompárt színeiben, és hát az Iszompárt alapítója. Jó reggelt! Hogy vannak ma reggel? Hideg van? Hideg van. Egy picit, de felkészültünk rá. Üdvözlöm, ön új ezen a palettán, és cukrász. Igen, valóban ez így igaz. Nekem a eredeti szakmám az cukrász, és hogy én hogy kapcsolódom Új Budához, vagy nálam még mindig Kelenföld, hiszen azért életemnek a 80%-át Kelenföldön töltöttem, gyermekkoromtól, stb. És amire cukrászként a legbüszkébb vagyok, hogy a nem olyan régen bezárt Gellérszállónak lehettem a főcukrásza, ami kiemelten büszke vagyok rá. Ennek a pandémia vetett véget? Igen, cukrász karrierem mondhatni. Itt a pandémia nehézségei miatt valóban a munkahelyem megszűnt, és ekkor én már kapcsolatban voltam, sőt alapító tagja is vagyok az Iszomnak, és gyakorlatilag koordinátorként eddig a munka mellett végeztem ezt a tevékenységet, és akkor kaptam egy felkérést, hogy mi lenne, hogyha ezzel foglalkoznék. Képviselőjelölt, mégpedig országgyűlési képviselőjelölt. Mik a célok? Mit kell Kelenföldön csinálni? Legfőképpen. Kelenföldön én most óriási problémát tartom azt, hogy gyakorlatilag Kelenföld megtelt. Ez így furcsán hangzik elsőre. Jelenleg még több mint 20 ezer lakás épül a kerületben. Uh-huh. Akkor, amikor már egy... Nyilván az urbanizációnak van egy olyan folyamata, hogy hát nyilván egyre több ember lesz, egyre több lakás legyen, viszont Kelenföldön ez a lakásépítési és irodaépítési folyamat sajnos hiányoznak belőle olyan elemek, nem épülnek óvodák, iskolák, orvosi rendelők, csökkennek a közösségi terek, csökkennek a zöld területek, plusz még, és azt érzem, hogy rengeteg olyan megoldásra való, vagy megoldásra váró feladat van, rengeteg kétes ingatlan ügylet folyik Kelenföldön. Most is? Annak ellenére, hogy ellenzéki vezetés van? Most is. Itt ebben az ingatlan adokkapokban nyilván közrejátszik az is, hogy a Fidesz és az ellenzék közötti folyamatos ellentétek. Tehát jelenleg a civil szervezetekkel karöltve több ingatlan mutyi, most egy ilyen csúnyán mondjam, és divatosan, felgöngyölítése folyik. Uh-huh. Tehát jelenleg a héten is lesz egy olyan képviselőtestületi ülés, ahol a fővárosnak egy kiírt pályázata kapcsolatosan lesz, hát hogy mondjam, pályázatbontás. Uh-huh. Ahol ki fog derülni az, hogy itt az önkormányzat visszavonja ezt a pályázati kiírást, tehát érvényteleníti, vagy pedig felsőbb érdekek kapcsán mégiscsak hoznak egy olyan döntést, ami hiába gyűlt össze több ezer aláírás a lakosságtól, akkor sem fognak vele foglalkozni. Ez még két esélyes. Hogy fejlesszen egy ellenzéki vezetéssel bíró kerület, hogyha ezzel van elfoglalva, az állandó csatával, az állandó háborúval, erre önnek lenne ötlete? Nekem az egész folyamattal kapcsolatban van ötletem. Itt néhány folyamatban rosszul vannak egymás után a pontok, hogy miről beszélek. Most is nem nevezném meg melyik ingatlan ügyben. Jött az ötlet, pénzt kell csinálni egy ingatlanból. Ez mondjuk itt pont a főváros részéről történt. Pénzt kell csinálni, hoppá, nekünk van Kelenföldön XY ingatlanunk, megkérem a kollégát, írja ki a pályázatot. Oké, kiírtuk a pályázatot, és ott maximálisan figyelembe véve a kerületépítési szabályzatot, azon az ingatlanon akár 30 méter magas iroda vagy lakás is épülhet. Ó, ez tök jó, akkor pörögtek a nullák, kiírtuk a pályázatot. Hogy nem, kiderült, hogy azon a jelenlegi területen, amire kiírták a pályázatot, több mint 70 bérlő bérli jelenleg ott az üzleteket, és több mint 100-150 munkahely van ott dolgozókkal, és
hogy nem őket elfelejtették előtájékoztatni. Tehát erre gondolok én, hogy előbb üljünk le, tehát hogyha ott bérlők vannak, akkor ne azzal kezdjük, hogy a fejük fölött kiírunk egy pályázatot. Tehát itt a sorrendekre figyeljünk. És amikor elindult egy civil kezdeményezés, hogy ez így nem jó, és kellene ezzel foglalkozni, első körben nem foglalkoztak ezzel. Utána elkezdtek gyűlni az aláírások ezzel kapcsolatban, akkor még mindig nem foglalkoztak vele. Most több mint 7000 aláírásnál tartanak a civil szervezetek annak érdekében, hogy ott a jelenleg kétszintes szolgáltatóház, én bocsánat, nekem így maradt meg gyerekkorom óta a fejemben, ami most egy kétszintes, valóban ráférne egy felújítás, ezt nem kell, senki nem kétli, de jelenleg nem csak vásárolni járnak oda a környékbeli emberek, akiknek mondjuk a plázák, amik a közelben van több is, megfizetetlenek számukra. Megszokták ez, mint egy közösségi térként is funkcionál, és ezt megszokták az emberek, hiszen ez a szolgáltatóház több mint 40 éve ott van. És most, hogy összegyűlt a több mint 7000 aláírás, most kezdtek el tárgyalgatni a kerületi önkormányzat és a főváros, hogy hát lehet, hogy kellene ezzel a dologgal foglalkozni, hogy most mégse adjunk, vagy mégse fogadjunk el egy olyan pályázatot, ami majd ennek a helyére fölépít egy 30 méter magas irodaházat. Szépen hangzik. Szanyi úr, nem tudom megkerülni a kérdést, ha már főváros és ingatlan, ugye vannak ezek a lehallgatások. És azt hiszem a legutolsó ilyen hangfelvételen elhangzik az, hogy külföldi pénzelésű a baloldal. Erről mi a véleménye? Ugye, szóba jönnek ott ex-miniszterelnökök. Igen, ilyenkor jön elő az, hogy rossz a címzés, mert a baloldal az mi vagyunk. Tehát az Igen Szolidaritás Magyarországi Mozgalom, mi ezeket akkor a milyen külföldi? Középutas, konzervatív, helyenként szélsőjobbos, liberális pártokat, mi ezeket nem szeretjük, hogyha a baloldalnak nevezik, mert nem baloldali, hát mi vagyunk a baloldal. Na de értem, hogy miről van szó, tehát a jelenlegi fővárosi ellen, bocsánat, hát mondjuk így, hogy hivatalban lévő pártok, mozgalmakat érinti. Nézze, én magam is voltam már lehallgatás áldozata, és tudom, hogy mi volt a kontextus, tudom, hogy mit mondtam. Ezzel együtt egy egészen mást hallottam viszont a éterben. Uh-huh. Tehát én azért ezzel nagyon óvatos vagyok, mert az, hogy valaki teoretikusan beszél valakiről, az nem azt jelenti, hogy ő gondolna valamilyen hasonlót elkövetni. Tehát azért vannak ilyen disztinkciók. Nem akarok én védeni senkit, mert aki disznó, az már bocsánat, akkor disznót a disznóval, de mondjuk konkrétan, aki bűnöző, azt meg a börtönbe. De annyit azért szeretnék elmondani, hogy itt nálunk az iszomban, itt a pártban azért minden egyes politikusunkhoz fűződik egy vagy több igen vaskos gondolat, és például a Linka Péternek van egy ilyen törekvése, amit Új-Budán vagy Kelenföldön próbál meg meghonosítani, hogy minden, ami ilyen közügyekkel kapcsolatos dolog, az írásban történjen. Nyoma legyen. Nyoma legyen. Minden, ami nem írás, az nincs. Tehát az körülbelül így lehessen kezelni. Ez az átláthatóságnak az egyik feltétele. A másik az Huszti András, a pártelnökünkhöz kötődik. Ő azt mondta, hogy hát hogy szíve szerint nem is engedné, hogy pártok induljanak önkormányzati választásokon. Hiszen az olyan távol áll tulajdonképpen, most az, hogy... Ja, a helyi politikától. Igen. Tehát az, hogy valaki a helyi ügyekben ilyen általános nagy politikai érdekeket akar érvényesíteni, szerintem se jó. Na most a kérdésére visszatérve, én nem tudom, hogy ki és mikor és honnan szerzi a különböző támogatásait. Nekem is nagyon zavaros. Nagyon sok minden. Ugye egy politikai mozgalom, egy politikai pártnál lehet ilyeneket mondani, hogy honnan van pénze, de ez a kisebbi kérdés. A nagyobb kérdés az, hogy mennyit és mire költött. Mert ezek teóriák, hogy én kapok pénzt valahonnan, hurrá, de az akár egy döglött összeg is lehet. Nem. A politikai versenyben az a kérdés, hogy ki mire költött. És én azért káprázatosnak látom azokat a 100 milliókat, amiket még így békeidőben, tehát kampányon kívül egyes politikai mozgalmak, pártok, esetleg politikusok maguk, és nem vicceltem, 100 milliók havonta képesek Facebookra és hasonlókra költeni.
hát ez valahonnan van, és egészen biztos, hogy nem normális. A nagyobb kérdés, hogy 100 milliók vannak, valakitől ezek jönnek, mit vár el az a valaki, aki ezt adja, ellentételezésként? Ez a nem mindegy. Hát ez nagyon nem mindegy. Nyilvánvalóan itt az érdekek megfigyelése adhat, vagy az érdekek feltételezése adhat támpontot. Én nem hiszek az önzetlen finanszírozásban. Létezik ilyen jellegű, de ugyannak megvan a módja, hogy nyilvános átlátható alapítványt csinál valaki, és ő nem, hanem egy kuratórium az, amelyik gondozza. Ez elég ritkán fordul előlem. Amerikából jött ez a gondolat. A gazdag emberek egyébként nagyon sokszor csinálnak ilyet, hogy alapítványokba tolják bele a pénzüket. Egyszerűen azért, és ez fura lesz a magyar viszonyokhoz szokott hallgatók vagy nézők fülének, Amerikában nagyon sok csúcsmilliárdos van, köztük például Soros György is, aki, de Bill Gates-től kezdve bárkit ide sorolok, aki azt mondja, hogy hát, hogyha már ez a fránya állam nem volt hajlandó engem megadóztatni. Én viszont úgyse viszem a sírba ezt a förtelmes nagy vagyont, legalább ennek egy részét, vagy nagy részét, azt szétosztom tulajdonképpen, pontosabban beletolom valami alapítványba, és akkor egy ilyen kuratóriumi alapon mások gondoskodnak arról a meghatározott célok szerinti elosztására. Persze én tudom, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, mert van, aki pont az adózás elől menekíti ki a pénzét az alapítványban. Tehát összetett az egész kérdés, de visszatérve az eredeti gondolathoz, én nem hiszem el azt, hogy valaki mindenféle hátsó gondolat nélkül önzetlenül feketén ad pénzt pártoknak. Ott arról van szó, hogy ha te hatalomra kerülsz, akkor majd kérek tőled valamit, többnyire általában olyanokat szoktak kérni, ami messze meghaladja az idézőben a befektetett dolgot. Nem akarom itt eljátszani a hülyét, 20 éve vagyok a politikai porondon, láttam, hallottam már eleget, kicsit elegem is van ezekből a dolgokból, nem utolsó sorban az ilyen ködös ügyek miatt hagytam ott a Magyar Szocialista Pártot is, bár annyiban megvédem az MSZP-t, hogy nincs egyedül a pályán ezekben a sundám-bundám történetekben. Tehát úgy is mondanám, hogy mindenki ezt csinálja. Mi az iszomban, mint baloldali párt, azért vagyunk szerencsések, mert az, hogy a melósoknak, az egyszerű embereknek pénze legyen, na ez senkinek nem érdekel rajtunk kívül. Tehát ilyen értelemben nincs az a milliárdos, aki például azért fog nekünk pénzt adni, hogy milyen jó lesz, hogy majd megadóztatjuk az osztalékát, milyen jó lesz neki, hogy bizonyos monopól helyzeteket megszüntetünk, milyen jó lesz neki, hogy bizonyos közszolgáltatásokhoz közeli területeket állami gondozásba veszünk. Tehát gyakorlatilag nekünk csak olyan politikáink van, ami a gazdag, a pénzembereknek hát nem tetszik. Ennél fogva, ami nekünk pénzecskénk van, az pont az érdekeltek, tehát a melósoktól jön össze. A melósok többnyire a pártunk tagjai támogatói, de ilyen 1000 forintos alapon kell gondolkodni, tehát nem... Ebből hogy lesz kampány? Hogy... Hát ebből sehogy, tehát ezt mi határozottan tudjuk, hogy ebből sehogy. Kétkezi munkával csináltuk eddig is a kampányt, ezután is ezt fogjuk. És meg fog, tehát ha tetszik, ha nem, a költéseinkkel lehet majd látni, hogy mennyire nincs pénzünk, mert nem fogunk tudni költeni se a Facebookra, tehát tényleg pitián pénzek, amiket erre föl tudunk áldozni. Mi hiszünk abban, hogy, és például Péter is ezt csinálja, hogy járja nap mint nap a körzetet, már a választókerületet, beszél az emberekkel, összekoordinálja a gondolatokat. És nekem az az érzésem egyébként, hogy annak ellenére, hogy Péter nem egy ilyen több évtizede helyben politizáló valaki, ő kétségtelen politizált, de a munkája mellett, és szerintem az embereknek azért ez fogadni egy olyan hangot, hogy kérem, ez az ember, ez egy tiszta valaki, ez már dolgozott pár évtizedet, ez a két kezével cukrászként, az agyával kreált dolgokat, ebből élt, és nem abból, hogy ilyen politikai haszonhúzó. És én azt gondolom, hogy neki nagy esélye vannak Újbudán, hogy ő legyen a képviselő, már csak azért is, mert az embereknek ott tényleg eléggé elegük van. Most akármelyik oldalnak a ilyen-olyan-amolyan, nem ilyen több évtizedre visszamenő közös ügyeivel.
És Szanyi úr, hogy tudja meggyőzni ezeket az embereket, akik melóból élnek, kétkezi munkából? Magyarországon az emberek a politikában, a politikusokban, hát nincsen jó véleményük a politikusokról. Szanyi úr Brüsszelből érkezik, vagy érkezett, egy nagy pártnak volt komoly képviselője, és most hirtelen elkezdett foglalkozni ezekkel az emberekkel, akik addig is a gyárban melóztak, amíg ön Brüsszelben volt. Kétségtelen, mondjuk aki figyelemmel kísérte a politikai pályafutásomat, azt talán tudja, hogy jó magam azért mindig is az MSZP-nek a erősen baló szárnyát igyekeztem erősíteni. És bizony Brüsszelben is azzal foglalkoztam, hogy az emberek pénzhez jussanak. Én nem vagyok így, tehát én például tudom azt, hogy ez a legendás európai minimálbér, ami most megint csak porondon van, nagyon sokan el akarják vinni az ezzel kapcsolatos babérokat. Szeretném jelezni, hogy én már 2014-ben európai listavezetőként, az MSZP listavezetőjéként is megfogalmaztam. Egyes számú prioritásként az európai minimálbér és az európai minimum nyugdíjnak a kivívását. Nem az én ötletem volt, félreértés ne essék. 2014-ben ez már egy 8 éves történet volt, csak éppen még a baloldal se nagyon karolta ezeket föl. Tehát az Európai Parlamentben is pont azokat a szociális ügyeket képviseltem, vittem, segítettem. Csak most mondok, akkor megint sokkal, ugye az Európai Parlament az nem az egyes országok egyes pontjai, egyes embereknek a napi dolgait viszi. Európai politika az mindig arról szól, hogy ami mindenkinek föltételezhetően jó. Én hosszú 2-3 éven keresztül voltam az ÁFA reformnak a témavezetője az Európai Parlamentben, és az ÁFA-t ugye a szegények adójának is szoktak mondani. És tulajdonképpen akkor is igyekeztem, és most egyébként 21-től életbe fog lépni egy sor olyan változás az ÁFA rendszerben, ami jó átmenetekkel, ez tagadhatatlan, ami sokkal enyhébbé teszi azt a terhelést, ami az embereken van ÁFA-ügyben, és ez Magyarországon különösen fontos. Igen. Az itteni 27%-os ÁFA tekintetében. Jó, és ebből mikor lesz valami most? Bármilyen furcsa, 30 éven át ideiglenes ÁFA rendszer volt az Európai Unióban. Az Unió az nem az, hogy rohadt Unió, rohadt Brüsszel, fúj csúnya. Az Unió az a tagállamok kormányain múlik. Tehát mindaddig, amíg a kormányok nem egyeznek meg valamiben, addig az így nincs. Nincs. Ez nem Brüsszel kérdése. Tehát mindaddig, amíg a magyar kormány köti az ebet a karóhoz, hogy márpedig ő 27%-os ÁFA-t akar, pedig sajnos erre van lehetősége, bár most az ÁFA reform kapcsán nem nagyon lesz erre lehetősége, tehát neki a magyar kormánynak belátható időn belül, 3-4 évben belül legkésőbb le kell húznia egy alacsonyabb zónával, tehát a 27 tarthatatlan. Ezt én nagyon szeretném majd folytatni, de most lejárt az időnk sajnos. Önnek nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Cukrászként is, és politikusként is, kedves Péter. Mi pedig jövünk vissza a színházzal, ne menjenek sehova.